Jelképesen egy láda almát adott át Bölcskei György, a Nagykáló tész tulajdonosa Patakiné Sebestyén Anettnek, a nyírszülősi befogadó gyermekotthon vezetőjének. Összesen 7000 kg gyümölcsöt ajánlott fel jótékonysági célra, hogy a gyermekek minden nap friss almához juthassanak. A gyermekek amúgy is szeretik a gyümölcsöket, tehát ezt az almát nem csak a befogadó otthonunk kapta, nem csak ez a 20 gyermek, aki most jelenleg itt tartózkodik, ezt a Máté Szalkai Gyermekvédelmi Otthon is kapta, és nyilván nekik is a megfelelő mennyiség át lesz szállítva a Máté Szalkai Gyermekotthonnak. Nyilván nyersen fogyasztják a gyermekek, de befőzést is tervezünk belőle, úgyhogy kompótot készítünk belőle, ezzel is minőségi időt szeretnénk a gyerekekkel tölteni, közös tevékenységen keresztül próbáljuk hasznosítani az almát. Az eseményen Román István megyei kormány megbízott úgy fogalmazott: a legnagyobb öröm, ha ajándékot adhatnak a gyermekeknek, ezért a felajánlott gyümölcsön túl almafát is ültettek az otthon kertjében, hogy évek múlva már a saját almaszületre is sor kerülhessen. Átadtuk azt az alma mennyiséget, amelyet két héttel ezelőtt szedtünk le a harmadik őszköszöntő szabolcsi jótékonysági almanap alkalmával. A megyéből megjelenő, illetve megyéből elszármazott közeledeti személyiségek közösen 7000 kg almát szedtünk. Tettük ezt kettős céllal. Az egyik célunk az az volt, hogy népszerűsítsük az almafogyasztást, a másik pedig az, hogy ami almát leszedünk, az pedig a állami gondoskodásban lévő gyermekek számára eljuttassuk a megyében, ezzel is hozzájárulva az egészségesebb táplálkozásukhoz. Meg hát így, ha fogyasztják, akkor nagyobb mennyiségben, vagy szinte minden nap jut az asztalukra egy alma, akkor bízunk benne, megkedvelik ezt a gyümölcsöt, és később is fogják fogyasztani. A Nagykáló Tész Kft. Nem először tett hasonló gyümölcsfelajánlást a rászorulók számára. A céljuk, hogy a megmaradt élelmiszer felesleget jótékonysági célra használják.